Istenem! Alig tudom magam visszafogni, annyira izgatott vagyok. Gondolom tisztában vagytok azzal, ki az a Szabi Est, mivel a mai nap folyamán róla fogunk beszélni. Azaz a munkásságáról. Nem az ask.fm-en eltöltött pár évéről lesz ma szó. Nem is az Oreo szopó tevékenységéről. Nem bizony. Mint már esetleg feltűnhetett nektek az, hogy konyítok egy picit a zenéléshez. És mivel nem láttam túl sok kritikát Szabi Est zenéjével kapcsolatosan, ezért ma úgy döntöttem, hogy Szabi zenei karrierjét fogjuk ma górcső alá venni. Mivel ott szeretek támadni mindenkinél, ahol a legjobban fáj neki. Video disclaimer. Super AIDS tartalom. Dupla offset húzom mindenki a seggére, mert Super AIDS tartalom veszély van. Vagy ez nem így működik? Na mindegy, én szóltam. Olyan boldog voltam, amikor megtudtam azt, hogy Szabi Est énekel, hogy egyből meg is kellett néznem azt, hogy mire ilyen kibaszott nagyképű. Szabi a tavalyi válasz videóiban a rend videósoknak állandóan csak azt hangsúlyozta, hogy addig ne fogalmazzanak meg róla negatív kritikát, ameddig nem tettek le annyit az asztalra, mint ő. Szóval, mivel én amolyan zenészféle vagyok, ezért teljesen jogos lesz a kritika, amit fogok Szabi zenéjéről mondani. Na de kezdjük is el. Az első dal, amit bizonyára már mindannyian ismertek, az a Veled forog a világ. Mikor először hallottam ezt a dalt, úgy éreztem, hogy jó, most megyek, belefekszek egy káthipóba. Nagyon rossz ez a dal. Klisé, kiszámítható akkordmenet. Szerkezetileg is nagyon durván bugyuta, és Szabi ének hangja arra készít engem, hogy kiokádjam az összes belemet, csak hogy azzal akasszam fel magam. De valamiért nagyon ismerős volt nekem ez a dal, csak nem tudtam rájönni, hogy miért. Aztán szerencsére beugrott. A Veled forog a világ az egy Tayo Cruz Hangover megszabiasított verziója. Az eredeti dal is nagyon szar, viszont a szabis változat az sokkal AIDS! Vagyis rosszabb. Na de nézzük meg egy kicsit a bridge-nek a szövegét. Bár elmúlt mégsem kell, feledni késő már, ami volt, ami lesz, boldoggá tesz a bár. Értem azt, hogy ez csak egy felvezető rész a refrénre, viszont mi a fasz értelme van? Mi a fasz értelme van, nem tudom. Mert nekem ez az egész kicsit olyannak tűnik, mint hogyha csak random szavak egymás után lennének pakolva. Lányok látták, pékek várták, buktát kaptak már. Valami ilyesmi. A következő dal az az Elengedlek talán. Sajnos nem sok mindent tudok felidézni ebből a számból, mivel hallgatás közben valami nagyon furcsa roham jött rám, és csak annyi maradt meg, hogy ez egy lírai mű. Na de a viccet félretéve hallgassunk bele. Ah, Istenem, ezen már az autótyún sem tudod segíteni. Az igazából a legnagyobb baj szerintem, hogy túlságosan lélektelenek ezek a számok. Értem, hogy ez a dal a szakításról, vagy tudjam is én mi a faszról akar szólni, de akkor próbáld már meg úgy megírni, hogy az embereknek át is jöjjön az, hogy erről szól ez a szar. Szabi énekléséről még eddig nem beszéltem, de most fogok. Megnéztem egy pár videóját Szabinak, és egyből unszimpatikussá vált nekem, mert hatalmas nagy az egója. De végül is ez önmagában nem jelent semmit, mert ettől eltekintve lehet valakinek jó hangja, és lehet ugye zenész. De! Gondolom tudjátok azt, hogy a zene is egy önkifejezési forma. Egy eszköz arra, hogy éreztessétek másokkal azt, hogy ti egy adott szituációban végül is hogy éreztétek magatokat. Ennek tudatában mégis meglepődtem, hogy egyáltalán lehetséges az, hogy valaki a zenén keresztül ennyire át tudja adni azt, hogy mekkora egy egoista, narcisztikus, beképzelt fasz vagyok! Komolyan mondom, lehengerlő. Egy interjúban Szabi azt nyilatkozta, hogy az ő példaképe SP, és megpróbál úgy is cselekedni, mint ő. Viszont az, hogy őt hozzá hasonlítják, az hülyeség. Az, hogy Érdel Krisztián számomra egy olyan embert takar, aki bármihez hozzányúl, az tökéletes. És én ezt abszolút elismerem, és nem csak az, hogy támogatom benne, hanem igyekszek hasonlóan cselekedni, mint ő. De az, hogy én hozzá vagyok hasonlítva, az ahhoz szerintem nem nagyon van se zenei stílusban közünk egymáshoz, se... What the fuck? Na de visszatérve Szabi hangjára. Szabi ének hangja szerintem leginkább arra hasonlít, mint amikor valakinek már hetek óta szorulása van, viszont mégis megpróbálja minden nap a szarást.
Az éneklése egyébként a Vitesse Teenage Dirtbag és a Halott pénzből az éneklős srácnak a hangjának a keverékeként tudnám jellemezni. Ami éjjel összerak. Viszont a videóklipeiben megpróbál úgy viselkedni, mint SP. Az utolsó dal, amit elhoztam nektek, az az Emlékez című Förmedvény, amit leginkább úgy tudnék jellemezni, mint egy Discount Chainsmoker dalt. Szabi azt nyilatkozta egyébként, hogy ez a dal a belső örlődésről szól. Az örlődésről. Az Emlékez című dalom a belső frusztrációról, illetve a belső örlődésekről szól, és igazából az egész klip is ezt dolgozza föl. De nekem igazából csak úgy tűnik, mintha hangzatos magyar szavak lennének egymás után pakolva, és kész. Szerkezetileg igazából majdnem ugyanaz, mint a Veled forog a világ, két után bevezető, utána verze, bridge, refrén, aztán megint verze, bridge, dupla refrén, majd a tipikus kétsoros, klisé, mantrázós, fos verze variáns, aztán lemegy négy kör a refrénből, és vége. Nem értem, hogy Szabi miért büszke ennyire ezekre a dalokra. Én 14 évesen nem írtam ilyen semmit mondó gagyi szarokat. Abba sem vagyok biztos egyébként, hogy a zenei alapot ő rakja össze. A klipek tele vannak baszva reklámmal. A szövegnek semmi értelme, csak ilyen placeholder szerepeket töltenek be. Unalmasak a dalok, egy csepet sem változatosak, és ugyanarra a kibaszott sémára épülnek. Ja, és ezt kifelejtettem, hogy baszott irritáló, ahogy Szabi énekel, a szószoros értelmében fülsértő, komolyan mondom. De talán egyébként tanultam is ma valamit. Megtanultam azt, hogy nem kell ötletesnek lenni, hogyha dalt akarsz írni. Nem kell semmiről szólni a daloknak. Csak hangzatos szavakat kell egymás után pakolni, és kész is van a dal. Majd pedig, hogyha mégis megkérdezik tőled, hogy miről szól, akkor csak valamilyen kitérő választ kell adnod, mint például... Első örlődésekről szól. Szóval köszönöm, Szabi. Köszönöm azt, hogy több lehettem a mai nap folyamán. És kérlek, hallgass meg azt a dalt, amit te ihlettél. És ti is hallgassátok sok szeretettel, srákok! Bárj, mondd, hogy te is látod, hogy a fiatalságunk nem marad örök. Bárj, mondd, hogy te is érzed azt, amit én érzek, ezt úgy hívják örök. Látom, rengeteg bölcselet a szádon, ömlik kifelé, mert bölcs vagy, és tehetséges, hajrá, Szabi, est! Várjuk, mi ez a dolog, mit látok, személyed miért akarja el.